Szóval még miért megkérdeznéd? Igen, új szemüvegem van. Dicsértessék Jézus Krisztus, én Laci atya vagyok. Ja nem. A menő youtuberek nem így csinálják. Dicsértessék Jézus Krisztus, Tokodi László atya vagyok. Ez pedig itt a Prédikátorok YouTube csatorna. Sziasztok! Na, ez jó kezdet volt. Most már tudjátok a teljes nevemet, Tokodi László, de nyugodtan hívjatok csak Laci atyának. Megjelent egy nagyon érdekes reakció az én egyik videómra, úgyhogy nézzük is meg, hogy ki reagált. Patrik azt mondja a Laci atya, hogy nem vagyunk buzik, csak azt gondoljuk. Érdekes. Azért is készítem ezt a videót, mert láttam például, hogy a Foki Csopi Ádi is csinált videót erről, de Ádám egy heteroszexuális, ateista, felnőtt férfi, családos ember, és ő nyilván teljesen máshogy fogja látni ezeket a dolgokat, mint egy istenhívő, meleg srác. Nos, hát aki nem ismerné, ő volt Osváth Zsolt, a Showtime YouTube csatorna házigazdája, és nagyon-nagyon örülök ennek a hozzászólásnak, ennek a kultúrált stílusában is megnyerő videónak. Azért örülök ennek különösen, mert egy olyan ember szólt hozzá a témához, aki érintett az ügyben, és akit szerettem is volna megszólítani. És annak meg külön örülök, hogy egyfajta párbeszéd alakulhat ki talán köztünk. Ugye a párbeszéd szót tényleg nagyon fontosnak tartom. Párbeszédben vannak olyan dolgok, amikben egyetértünk, ugye ezeket talán nem kell majd magyarázni, és hát lesznek olyanok, amelyekben nem értünk egyet, de talán érvekkel alátámasztva tudunk közeledni egymáshoz, tehát a két álláspont tud közeledni egymáshoz. És hát bárki, aki értelmesen hozzá tud szólni a témához, azt meghívom ebbe a párbeszédbe. Szeretném, hogyha együtt gondolkodnánk a témáról, és előrébb jutnánk az igazság felfedezésébe. És hát kezdjük is az első közös ponttal. Tudom, fura lehet neked, hogy hiszek Istenbe, abba az Istenbe, aki nem fogadja el a melegeket, de ez nem igaz. Isten pontosan ugyanúgy szereti a melegeket, Isten pontosan ugyanúgy elfogad engem is, Isten pontosan ugyanúgy a gyermekének tekint engem is. Akik nem fogadják el, azok, akik sokszor Isten nevében beszélnek, akik Isten nevében keltenek gyűlöletet, akik Isten nevében szítanak háborukat. Most itt nem nyilván Laci atyára gondolok, de nálam az mindig nagyon furcsa, tudod, hogy rengeteg olyan dolog van, Bibliára hivatkozunk, rengeteg olyan dolog van, amit ilyen szelektíven nem tartunk a Bibliából, már az nem érvényes, most már azt nem tartjuk, most már az nem olyan bűn. Valahogy a melegség az mindig egy olyan bűn marad, amit úgy látszik, hogy a katolikus egyház az fennállásáig bűnnek fog tartani. Igen, itt az elején nagyon fontos kiemelni ezt a rettentő fontos igazságot, hogy Isten minden egyes embert, mindenkit, mindannyiunkat nagyon-nagyon szeret. És ezt nem is lehet tagadni, nem is szabad tagadni, kár erről vitatkozni, ez tény. Így van. Isten mindenkit, mindannyiunkat szeret. Értékesek vagyunk az ő számára, a személyünk fontos az ő számára, a személyünket szereti, bennünket szeret. Úgyhogy én ebben nem tudok vitatkozni, nem is akarok, és nem is szabad vitatkoznom. Úgyhogy Zsolti, igen, téged is nagyon szeret a Jóisten. Itt viszont szeretnék egy nagyon fontos különbségtételt tenni. A homoszexuális hajlam az nem ugyanaz, mint a homoszexuális viselkedés. Tehát, a katolikus egyház szerint a homoszexuális hajlam az nem bűn. Jó, ezt tisztázzuk így az elején. A homoszexuális hajlamú ember azonban képes bűnt elkövetni, hogyha homoszexuálisan viselkedik. Azaz, hogyha egy homoszexuális hajlamú ember azonos neműekkel folytat szexuális kapcsolatot, igen, ez a homoszexuális viselkedés, és ez valóban bűn. Ezt nem fogadja el sem a katolikus egyház, sem a Jóisten. De szeretném mégis kihangsúlyozni még egyszer, hogy a homoszexuális hajlam önmagában nem bűn. Egyébként pedig teljesen mindegy, hogy kiköveti el a bűnt, mert Isten a bűnt így sem úgy sem szereti, a bűnöst viszont mindig nagyon szereti. De térjünk is rá a következő témára. Azt állítja, hogy ugye nincsen egy kifejezett olyan gén, ami felelős lenne azért, hogy te homoszexuális legyél, és ebben a cíjátja nem hazudik. Egy ilyen gént nem találtak. Különböző olyan együtteseket, meg különböző olyan együttállásokat találtak, amiért, és egyébként nyilván, tehát ugye a szocializálódással együtt, ami felelős lehet azért, hogy te homoszexuális legyél.
Egyetértünk tehát Zsoltival abban, hogy nem találtak egy olyan gént, amely meghatározná a homoszexuális nemi identitást. Sőt, abban is egyetértünk Zsoltival, hogy vannak olyan gének, vagyis géneknek az együttállásai, amelyek alkati fogékonyságot eredményeznek, azaz bizonyos embereknél már gyermekkoruktól fogva a homoszexualitásra való hajlamot alakítják ki. Viszont nagyon szeretném kihangsúlyozni azt, hogy itt a homoszexuális viselkedésre való hajlamról, fogékonyságról van szó, tehát nem vele született homoszexualitásról. És ezekhez a biológiai tényezőkhöz járulnak még hozzá a pszichológiai és a társadalmi tényezők, és ezeknek az összessége, ezeknek az összjátéka fogja eredményezni azt, hogy valaki homoszexuális hajlammal rendelkezik. Azaz, hogy heteroszexuális ember, de olyan hajlammal rendelkezik, amely őt a vele azonos neműek iránti vonzódásra készteti. Nos, akkor vegyünk egy ilyen nagyon konkrét példát, és talán akkor ezzel közelebb is tudom hozni ezt az egészet. Az első dolog tehát az alkati fogékonyság, amely a biológiai tényezőkön alapszik. Ugye vegyünk egy olyan fiút, aki hát nem egy ilyen durva lelkű valaki, nem érdekli a sport, nem szeret verekedni, hanem őt a költészet érdekli, a művészet szeret rajzolgatni, és hát ezzel ugye kicsit el is szeparálja magát a többi fiútól. Na most ez még nem is lenne baj. Viszont hogyha ezt a fiút egy olyan családba helyezzük, ugye egy olyan családba születik, ahol az apa viszont nagyon erősen követeli azt, és nagyon durva módon fejezi is ki ezt, hogy a fia sportoljon, és erre kényszeríti őt, és az apjával nem tud azonosulni ez a fiú, hogy ezek a pszichológiai tényezők egy olyan környezetbe kerül, ahol erőszak van, valamilyen nyomás alatt van ez a fiú, hát ezt a nyomást nagyon nehezen fogja ő viselni. Na most az anya viszont, hát mondjuk egy ilyen megértő valaki, és akkor a fiú jobban azonosul az édesanyával. Na és akkor itt jön az, ugye, amíg társadalmi tényezők, tehát hogy a családban az apa egy elérhetetlen valaki, akit a fiú nem szeret, és az anya pedig egy ilyen aranyos, szerető valaki, akivel a fiú azonosulni akar. És már is elindulhat egy ilyen fiú a homoszexuális hajlam útján. És akkor itt szeretném kihangsúlyozni azt, hogy vannak olyan dolgok az életünkben, amelyek sorsszerűek, amelyekről nem tehetünk. Például az, hogy milyen a génállományunk, ez adva van, ezt mi kaptuk, nem mi alakítottuk ki így. Aztán azt is, hogy például a szüleink jelen voltak-e egy másfél éves, kettő éves korunkban, vagy hogy voltak jelen? Például, hogy az apukám jelen volt-e egy másfél éves korunkban, egy fiú életében, vagy az anyuka egy lány életében, vagy el kellett mennie dolgozni külföldre, vagy kórházba került, vagy mániákus depressziós volt, alkoholista volt, és emiatt nem tudott kialakulni az a legfontosabb kötődés, ami ott a másfél-két éves korban a gyermeknek jár, az azonos nemű szülővel. Erről nem tehetünk. Nem mi akartuk így. De lehet, hogy a szüleink tehetnek róla. Lehet, hogy azok az emberek, akik ilyen-olyan helyzetbe sodorták őket, tehetnek róla. De mégis számunkra ez sorsszerű. Erről mi nem tehetünk. Úgyhogy ezért mi nem is vagyunk erkölcsileg felelősségre vonható emberek. Szóval van a sorsszerű az életünkben, de van még valami. Nyilván senkit nem akarok győzködni, és higgyétek el egyébként, hogy nagyon sokáig éltem úgy az életemet. Ha lett volna egy tabletta, vagy lett volna egy gomb, amit ha beveszek, hogy megnyomok, és heteroszexuálissá válhatok, akkor azzal válok. Laci atya itt azt mondja, hogy meg kell térni. 12 éves voltam, amikor megtértem. Hát igen, azt mondtam, hogy meg kell térni. Meg kell térnünk mindannyiunknak, igazából mindenkinek újra és újra, nem elég egyszer megtérni. Ugye a sorszerű dolgok után most szeretném kihangsúlyozni az értelmünknek és szabad akaratunknak a jelentőségét. Azaz nagyon sok sorszerű dolog történhet a mi életünkben. Ezek lehetnek nagyon-nagyon rosszak, nagyon nehezek, elviselhetetlenek is akár. De mindig megmarad a szabad akaratunk és az értelmünk. És ehhez a sorsszerűhöz hozzáállhatunk valahogy. Megmarad a döntési szabadságunk, hogy hogyan álljunk hozzá ahhoz, ami velünk történt, amiről nem tehetünk, ami magától következett be. De az, hogy mi hogyan állunk hozzá ehhez a dologhoz, a sorsszerűhöz, ez már rajtunk múlik. És ez a megtérés, ez a gondolkodás megváltoztatása,
hogy mi máshogy kezdünk el gondolkodni, hogy minket nem egy karma, egy előre elrendelés vezére az életünkben, hanem igenis van döntési szabadságom, hogy én azzal a csomaggal, amivel érkeztem, azzal mégiscsak merre menjek, hova menjek, ezekkel a génekkel, amelyekkel meglettem teremtve, hogyan éljem az életemet. Azzal a csomaggal, hogy milyen volt az édesapám, milyen volt az édesanyám, hogy milyen volt a családom, ezzel mit kezdek. Mert meg tudok bocsátani nekik. És ez már az én döntési szabadságom, hogy megbocsátok-e nekik, hogy ők úgy viselkedtek velem, ahogy. Hogy én rendelkezhetek olyan génekkel, amelyek alkalmasak arra, hogy világbajnok focista legyek. De hiába vannak bennem ilyen gének, nekem kell eldöntenem azt, hogy elindulok-e focizni. Hogy elkezdek-e edzeni, hogy kitartok-e az edzésekben, amelyek nehezek. És ezen a folyamaton végigmegyek, és akkor igen, valóban lehet, hogy világbajnok leszek. De nem elég az, hogy vannak bennem ilyen gének, hanem kell az, hogy én úgy döntsek, hogy én elindulok ezen az úton. És lehet bármilyen nehéz az életünk. Bármi lehet az életünkben. Erőszakos apa, alkoholista anya. Az én döntésem az, hogy én hogy állok ehhez a dologhoz. Hogy ilyen volt az édesapám, édesanyám. Úgyhogy lehet, hogy valaki felfedez önmagában homoszexuális hajlamot, egy ilyen szorszerű dolgot, ami őt szinte kényszeríti valamire, de megmarad a szabad akarata és az értelme, hogy e fölött uralkodjon. És pont erről beszél Zsolti a következő részben. Ennyi. A pornó rossz, értem? Ne recskázzál, mert szőrös lesz a kezed amúgy. És amúgy jobban belegondolok, tök igaza van Laci atyának. Hát azért lettem meleg, mert sok pornót néztem. Meg hogy mire való a szexualitás. Szerintem azt gondolni, hogy a szexualitás az kifejezetten csak arra való, hogy áldjonak használd a p***t és gyerekeket lőjél ki magadból, és csak is erre, szerintem nem. Tehát hogy szerintem ugyanúgy beleférnek bizonyos élvezetek, belefér az, hogy a másiknak a testét azt ne csak a gyereknemzés céljával használd, mert hogy mi nem az állatok vagyunk. Tehát hogy az állatoknál ez többnyire ugye ösztönszerűen megy, nekünk viszont vannak érzelmeink és döntéseink. Hát bizony a katolikus egyházat nagyon sokszor éri az a vád, hogy egy katolikus házas párra azt kényszeríti rá az egyház, hogy minden szexuális együttlétből gyermek kell, hogy szülessen. De ez nem igaz. Ugyanis a katolikus egyház tanítása szerint a házasság és ebben a házasságban a szexuális élet arra való, hogy a házas pár javát szolgálja, azaz, hogy a szeretetet megtapasztalják, egymás szeretetét, és hogy gyermekek nemzésére és nevelésére szolgáljon a házasságuk, de hát ebben benne van a gyermek nemzés is, amely ugye hát a szexualitás útján történik. Na most persze minden döntésért felelősséggel tartozik a házas pár. És hát ez az, ezt mondott te is, Zsolti. Döntésünk van, nem ösztönlények vagyunk. Azaz, eldönthetjük, hogy akarunk gyermeket, vagy nem akarunk gyermeket. És hát egy katolikus házaspár is eldöntheti, hogy most szeretne gyermeket, vagy nem szeretne gyermeket. De együtt lehet így is, úgy is. És a katolikus egyház biztosítja ezt a nagyon egyszerű módszert, ciklus követési eljárásokat, ugye, hogy egy házaspár eldöntheti, hogy most peteéréskor van együtt, vagy nem peteéréskor van együtt. És egy felelősségteljes döntést hozhat abban, hogy szeretne gyermeket, vagy nem. De nem kell, hogy csak akkor legyenek együtt, amikor abból valóban gyermek fogalhat meg. De hogy visszatérjünk a homoszexualitásra, ugye, hogyha valaki magában homoszexuális hajlamot tapasztal, azaz olyan szexuális életet akarna élni, amely nem megengedett az egyház tanítása szerint, és az Isten törvényei szerint, sőt a természet törvényei szerint, akkor igenis eldöntheti, hogy ő helyreállító terápián akar részt venni, és ehhez legyen is joga. Persze nem muszáj így dönteni, de ha valakinek ilyen szándéka van, akkor hadd dönthesse már el, hogy ő ezt akarja választani, és legyen joga arra, hogy ilyen terápiát biztosítsanak az ő számára. És legyen joga arra, hogy ezáltal a helyreállító terápia által önmagában a heteroszexualitását erősítse, és utána megházasodhasson, és valóban felelősségteljes szexuális életet élhessen, és gyermekeknek adhasson életet.
Na de nézzük, mit mondott még Zsolti. Ugye? Hát a pedofília. Gondoltad volna, hogy egy olyan videóban, ahol megemlítik a melegséget? Gondoltad volna, hogy egy olyan videóban, ahol az LMBT plusz közösség bármilyen szempontból ugye említésre kerül, ott akárcsak fölismerülhet az a kis szó, a kis szabacska, hogy pedofília? Hát igen, kérem szépen, igen. Fontos ez, hogy a kommunikációban benne maradjon, hogy beleégjen, tudod, buzik egyenlő pedofil. Az mindenképpen, de hát a Laci atya is most mesélt a videójában. Kedves Zsolti, ki kell, hogy ábrándítsalak, de én a videómban nem mondtam olyat, hogy a buzi egyenlő a pedofillal, úgyhogy nyugodtan visszanézheted, és ajánlom is még egyszeri megtekintésre ezt a videót. De ha már előhoztad ezt a témát, a pedofiliát, akkor egy igaz történetet szeretnék elmondani, ami egy 10 éves lányal történt meg. A saját édesapja erőszakolta meg többször is őt. És ez a szörnyűséges tett azt eredményezte, olyan mély lelki sebeket adott neki, hogy utána ő soha többet nem akart fiúval kapcsolatot létesíteni. Azért, mert az a férfi, az ő édesapja, akinek szeretnie kellett volna őt, mint édesapának, tönkretette az ő életét. És ezért menekült leszbikus kapcsolatokba ez a lány. Ezért. Nem úgy alakultak a dolgok, nem a gének miatt, hanem egy konkrét bűn miatt. És azt szeretném mondani, hogy igen, vannak ilyen szörnyűséges esetek, de az irgalom és a megbocsátás még ezekben a helyzetekben is nagyon-nagyon sokat tehet a helyzet megjavulása érdekében. És kérek is mindenkit, hogy akármilyen bűnt is követtek el ellened, bocsáss meg. Bocsáss meg, mert ez állítja helyre a mi életünket. A megbocsátás és az Isten irgalma. Mert amikor megbocsátunk, és elengedjük a sérelmeinket, elengedjük mások bűneit, akkor áradhat ki az Isten szeretete a mi életünkbe, a mi szívünkbe. És mi mindannyian az Isten szeretetére szomjazunk és várunk. Én egyébként nagyon érdekes ennek a videónak így a metódusa, ennek így az egész ilyen története, evolúciója, amit ő képvisel. Ez egy tök aranyos, tök kedves, szeretet, akármi, hát amit egy paptól elvárunk, és akkor a végén jön ez a, hogy mondjam, kicsit ilyen felebarát ellenes megnyilvánulás. Hát akkor most megragadnám az alkalmat, hogy a szeretetről beszéljek egy picit, méghozzá az Isten szeretetéről, amely, hát, nem biztos, hogy olyan, mint az emberi elképzelések. Az első, amit a Bibliából szeretnék felolvasni, egy ilyen igevers, a következő: Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Ez a szeretetről szól, mert Isten annyira szeret bennünket, hogy örök életet akar nekünk ajándékozni. De ehhez elengedhetetlen az igazság ismerete, amely néha fáj, néha kellemetlen, néha, hát, változásra kényszerít minket. De az üdvözüléshez ez nagyon is szükséges. És a szeretet himnuszban, az 1. Korintusi levél 13. fejezetének a 6. versében pedig a következőt olvassuk: a szeretet nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Az igazi szeretet az mindig az igazsággal kéz a kézben jár. Nem ellentétesek egymással, még akkor sem, hogyha sokszor ebben a mai világban a szeretetet és az igazságot szembeállítják egymással. Ez a kettő nem áll szembe egymással, mert aki az igazságot kimondja, az szeret. És aki szeret, az nem hazudhat, hanem csak az igazat mondhatja. Én ezt próbálom. Lehet, hogy nem sikerül mindig, de megpróbálom. Úgyhogy az igazságról nem fogok hallgatni, ez biztos, mert én is szeretnék, és az Istenre hasonlítani, és eljutni az üdvösségre. Laci atya meg akkor aszexuális, mert ő semmilyen irányban nem tett, hogy ő Istenhez kellett, hogy elkötelezni magát. Hát nagyon furcsa elképzeléseik vannak az embereknek a papokról, meg a szerzetesekről, de nem vagyunk aszexuálisak. Rendes, normális, heteroszexuális emberek vagyunk, akik lemondanak arról, hogy ezt a heteroszexualitást úgy éljék meg, ahogy azt a házasságban a házas felek megélhetik. Egyszerűen erről mondunk le, hogy ezt a beteljesedést
ezt megéljük. Ilyen értelemben. Nem vagyunk aszexuálisak, tehát van szexualitásunk. De erről a különleges megvalósulásról lemondunk. Méghozzá egy dologért, az Isten országáért, és ez megéri. Sokkal nagyobb boldogságot ad ugyanis Isten, mint bármi itt a Földön. Úgyhogy heteroszexuálisként igenis lehet így élni itt a Földön, hogy nem szexelsz. Hát lehet, hogy ez hihetetlen, de igaz. És akkor így értünk a videó végére, és hát nagyon köszönöm neked, Zsolti, hogy lehetőséget biztosítottál a számomra, hogy egy kicsit jobban kifejtsem, kicsit bővebben kifejtsem ezt a témát, a gondolataimat, és hát nagyon remélem, hogy ezt a párbeszédet valahogy mégiscsak tudjuk folytatni. Ha valami nem világos, nyugodtan kérdezz te is. Nagyon-nagyon köszönöm ezt a kultúrát, és nagyon-nagyon emberi stílusú videódat. Szeretnék még ilyen videókat látni másoktól is, úgyhogy nagyon remélem, hogy mások is bekapcsolódnak ebbe a párbeszédbe. És hát, hogyha valakinek tetszett a videó, akkor nyomjon egy lájkot, aki most van itt először, nyugodtan feliratkozott a csatornámra. Ha pedig nem tetszett, nyugodtan nyomja a diszlájkot is, az is egy visszajelzés. Úgyhogy legyél szabad. Hát nagyon-nagyon köszönöm a lehetőséget, és akkor még találkozunk. Isten áldjon benneteket!